Szombaton ismét Ovi olimpiát rendeznek zuglóban, az egésznapos eseményen a gyermekek megismerkednek a különböző sportágakkal, az olimpia szellemiségével valamit lehetőséget kapnak, egy egészséges és sportszerű versengése is. A következő percekben a Nászti Szijjártó erzsébet és Martinek János olimpiai bajnokkal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó, jó rá, tök. Tök. Aki egyébként, én mondhatom, hogy hogy, hogy házi versenyvezetőjei, versenyigazgatója vagy ezeknek a bajnokságoknak, most már hány éve is? Hát 19 éve megy ez a versenysorozat a gyerekek részére, eleinte ilyen sorversenyekként, igen, igen, mindig igen. az az óvoda, amelyik nyeri a versenyt a következő évben, ők tervezik és bonyolítják le a uh -huh. versenyt, és hát én 10 éve kapcsolódtam be ebbe a programba, és azt gondolom, hogy nagyon jó, és jó látni, hogy fiatalok, gyerekek milyen ügyesek és mennyire szeretnek mozogni és sportolni. Erzsébet, ez azt jelenti, hogy zuglóban ennyire mozgékonyak a kicsik, nyilván a kisgyerekek mindenhol mozgékonyak, de, de ez az a kerület, ahol igazából sikerül lesz valami fajta keretek közé terelve egy kicsit mondjuk le is teszelni ezt a fajta mozgásigényt, vagy mert hogy ez egy zuglói kezdeményezés volt? Igen, ez egy zuglói kezdeményezés, és valóban már 19 éve csináljuk a Torna Termináridó néven futott először, és okay. most Ovi Kupa, olimpiai évében pedig Ovi Ovi Olimpia, Olimpia, és azt gondolom, hogy a gyerekeink valóban ösztönözve vannak a pedagógusok által a sportolásra, és nagyon reménykedem abban, hogy a jövő olimpiai bajnokai <laughs> már itt ilyen kis tehetségigéretekben megmutatkozik de aktívak, nagyon aktívak a gyerekek. Érdekes, nem tudom, ugye azt már láttuk, hogy ezt fővárosi szinten sikerült kiterjeszteni, volt olyan esztendő, amikor végül fővárosi Ovi Olimpia is lett belőle, vagy esetleg más kerületek átveszik -e, de ugye ez mindig érdekes kérdés jön, és hát ezt akár, akár mint apa, bár már a lányok patricion nagyon nagy, de nyilvánvalóan, mint, mint régóta ebben a, ebben a közegben gyerekek között mozgó versenysportban élő ember is látod, hogy óvodás szinten is megvan már a gyerekekben ez a fajta Egészséges versenyszellem? Abszolút megvan. És azt gondolom, hogy itt kell elfogni és egy kicsit megragasztani a sport és a, az egészséges életmód felé uh -huh. való törekvést, uh -huh. hogy az legyen a szempont, hogy minél többen sportoljanak és mozogjanak. Jó, tehát akkor ha jól értem, amit, amit, adott esetben esetleg, mint kérdést feltehetnek nevelői oldalról, hogy kell-e a gyerekeket ebben az életkorban, akkor ezt az élet maga megválaszolja, nem Erzsébet? Így van, és éppen azért hirdetjük meg ezeket a versenyeket már nagy csoportos, tehát 6-7 éves korú gyerekeknek, akik már el tudják viselni azt, hogy esetleg veszít a Aha. csapat, de azért megtámogatjuk őket, mert üres kézzel, ajándék nélkül egy gyerek sem mehet el, tehát azért az a célunk, hogy mégis ez egy örömteli felszabadult sportolás lehessen. Hát természetesen, mint az olimpián, vagy bármelyik versenyben itt is vannak győztesek, helyezések, de szerintem a gyerekek arcán, amikor felsorolkoznak és átadjuk a díjakat, szinte az, aki első helyezést ért el, ugyanolyan örömmel ugrik föl a magasba, mint amelyik csapat a hatodik lett, mert ők talán még nem annyira érzik ezt át, ajándékot kapnak, és ugyanúgy megtapsoljuk, őket emléklapot kapnak, tehát inkább ez a... Világos, hát a jutalmazás is tudjuk, van, ugye, hogy a, a, a sikerélmény ilyen szempontból rendkívüli módon fontos. Jani, ugye itt az elmúlt években végignézhetted, a, ugye említetted, hogy a győztes óvod állíthatja össze a következő év repertoáriát azért két olimpia között igazolott ez részben egy kicsit a magyar események fontosságához is ugye Vivo VB évében volt vívás központú mozgásanyag, aztán volt öttusa, most pedig egy egy vegyes kép van. Hát úgy volt, hogy ugye az előző olimpián indult, tehát akkor uh -huh. az előző olimpia volt, akkor volt egy ilyen vegyes kép, hogy minden sportágból választottunk valamilyen gyakorlatot. Ezt követően próbáltunk a magyar eseményekhez rákapcsolódni, Igazán, így, így a, a vívás volt, hiszen itthon volt egy vívóvilágbajnokság, pont abban a keretében, abban az időszakban volt megrendezve, és azt gondolom, hogy ilyenkor mindig a, az ottani nevességek, hírességek eljönnek, és az Ovi olimpián aktívan részt vesznek, ezt követően volt egy atlétikai és utána jött az öttusa. Uh -huh. Tehát azt gondolom, hogy most visszatérünk megint az olimpiára, hiszen olimpia éve van, tehát megint egy ilyen vegyes sportág és próbáljuk követni ezt a tendenciát. Mi a, mi a tapasztalatod, hogy maga az olimpia, mint szó egyáltalán ezeknek a korú gyerekeknek mond -e valamit, mennyire mozgatja meg a fantáziájukat? Hát az olimpia nekik egyelő a sporttal. És azt gondolom, hogy a sport nagyon, tehát ráadásul olyan játékos gyakorlatokat próbálunk kitalálni, ami felkelti az ő hogy Mondja erre egy kis példát. Hát próbáljuk azért azokat a mozgásfajtákat. Tehát majd, majdnem ilyen szögdelésbe mennek oda a vívópengével, és egy ilyen téglát kell leütni a, a helyéről. Akkor a, a kézilabdának a dobását, de szlalommal megközelítve a helyszínt. Tehát mindenféle olyan dolgokat próbálunk kitalálni, ami könnyen megvalósítható számukra, tehát elsajátítható, és egyrészt a mozgás koordinációjukat javítja. Na, hát ugye az kiderült már, hogy a gyerekeket nagyon-nagyon lehet motiválni, és nyilván hát a, a, mozgás igényező még ebben a korban mondhatni, hogy természetes szinten bennük van, ez csak ahogy mondtad, jó De. irányba kell terelgetni, el kell csípni esetleg a, a közöttük még aktívabbakat. Erzsébet, mi a tapasztalat, hogy az óvópedagógusok részéről ez, egy plusz teher, egy plusz nehézség, vagy egy, vagy egy várt feladat, amire a gyerekeket felkészíthetik? Mindkettő, ha lehet ezt mondani, mert egy nagyon várt eseménye minden februárjának már az Ovi olimpia vagy Ovi Kupa uh -huh. kupán való részvétel, de természetesen azért ez egy plusz feladat is, és minden intézmény más szemszögből közelíti uh -huh. meg és készíti fel. Tudok olyan intézményt, aki kiválogatja az ilyenkorú gyerekeket, vagy akik éppen más sportolnak valamelyik egyesületben, tehát a legjobbakat, ha lehet így mondani, de így van, igen, igen, ez a kupa, ami itt van, tehát ez az első helyezetnek jár, ez nagyon motiváló az óvodapedagógusok számára is, van, aki a saját csoportját készíti fel, de nyilván ez mind plusz idő, ki kell venni a gyerekeket a csoportból, egy hónapja körülbelül ismertettük a játékfeladatokat, most hat feladat lesz a olimpiai egyében, hat versenyszám, Ma készültünk, és ezeket azért nyilván be kell gyakorolni. Hát most ez a február ez a betegséges időszak talán nem kedvez az óvodapedagógusoknak és a gyerekeknek, de bízunk benne, hogy szombaton minden csapat el tudjon jönni. Képeszi tartalékversenyzőket Így van, igen, igen. Abszolút a verseny, tíz fős a részvétel, amiből. Nyolc ez mindig és akkor kettő tartalik, tehát lehet közben is variálni, hogy a, aki valamiben jobb, azt, azt bedobom Húriási. és akkor a másikat kiteszem. a, ki teszem, a tehát, és nagyon hát komoly. Ehhez mondva én azt gondolom, hogy az óvodapedagógusokat a felkészítés során ugye nem látom az arckifejezésüket, nem tudom, hogy hogy mennyi munkát rórájuk, de ott a helyszínen ők is ugyanolyan lelkesek és boldogak attól, amitől a, Gyerekek, ugye jól érzik szóval magukat? Szóval teljesen átíthatja őket a versenyszellem, ha jól értem. Mindegyiket nyerni akar egy ilyen kupát. Jani, mit tapasztaltál? Tehát neked óriási gyakorlatod van ebben, ugye a tévéműsorokban is láthatjuk, hogy ezt, ezt a korú gyerekkört, mint egy zsákból, hát mennyire nehéz egyben tartani. Tehát amikor így a adrenalin elindul a kis, kis fejükben, és tudják, hogy verseny van, akkor ezt. Azt gondolom, hogy könnyű őket még lehet motiválni és uh -huh. formázni és igazgatni. Uh -huh. Tehát könnyebb, mint mondjuk a azokat, akik már középiskolások, hiszen ott már azért egy önálló fejjel gondolkodó. Tehát én a kicsik legkisebbektől mondhatom most az ovisoktól. Ugye vannak, van olyan tévéműsor, ahol a, áltás és középiskolás, igen. a felnőttekkel mindig nagyobb problémám volt. <laughs> <Értam>. Tehát <laughs> azt gondolom, hogy ők már gondolkodnak, ők már próbálják kitalálni azokat az okosságokat, ahol a másikkal szemben egy kis előnyt ja, tudnak fabrikálni, hát és ezt kell visszavenni, és ilyen... ezzel kell őket megfogni, a kicsik még ebben nem gondolkodnak, ők csak tisztán versenyeznek. Tisztán versenyeznek. Hát igen, való lesz az egész olimpia szellemiségének is ugye az üzenete, és ezek szerint akkor ők ezt még maguktól uh, értetődően elsajátítják, na no, a helyzet uh, mi a, a szülőkkel? Mert hát ugye az megint egy más kör, akik a uh, szülőként mennek ki és szurkolnak, egyáltalán viszonylag, hát nyilván a gyerekeket hozni, vinni kell a tehát önmagában, azért már garantál egy viszonylag nagyobb szülői létszámot, ők mennyire tudnak semlegesek maradni, vagy tudnak-e egyáltalán? Hát nem, azt gondolom, nem. hogy mondhatjuk azt, hogy a, mindig a Doktor Mező Ferenc iskola ad eh, helyszínt, uh -huh most már Martinek János tornateremben. Nem, mert... <laughs> Ez egy, azt lett mondani, egy olyan aréna, mint régen a Kolosszeumban, tehát egy ilyen sűlyeztett tornaterem, Aha. és körbe van a lelátó. Ott körben a szülők onnan szurkolhatnak, és buzdíthatják büzd, a gyerekeiket, de igazából nem tudnak berohanni. Na, tehát Szerencsére. Ilyen szempontból azért. Mert én azt gondolom, hogy a szülőknek is nagyon-nagyon tetszik. Egyrészt az, hogy a gyereküket láthatják versenyezni, mozogni, és hogy mellette azért van egy kis, hogy mondjam, küzdés, harc is. Szóval. Na hát akkor ezek szerint ismét ebben az esztendőben most szombaton, Ovi Olimpia az Uglóban, az Olimpia jegyében sok remélhetőleg a jövő nagy tehetsége fogja a kis szárnyait bontogatni ott a legjobbak között. Sok sikert kívánok a szervezéshez, meg Köszönjük. a lehagyomításhoz. Köszönöm szépen. szépen.